Az elmúlt évek rapszódikus szereplése miatt nem sorolták az idei nyáron sem a dobogóra esélyes csapatok közé a nyáron azért erősödő Majost. Úgy indult ez a bajnokság is, hogy érdemi kérdésekben megint nem tud majd beleszólni a megyei első osztály már régebb óta egyik legmasszívabb csapata. Ennek az elmúlt négy fordulóban 6-6-os száfolatát adták a völgységi zöldek. Egy remek kapus Steinbach Gergő előtt egy még masszívabb védelem játszik. A középpályán két sokat, gyorsan futni tudó, jól cselező, kapura veszélyes játékos Hok Attila és a nyáron érkező Petrovics Tamás személyében. Mellettük, mögöttük az irányító típusú észjátékos, a másik Steinbach fiú, Máté, teszi még labdabiztosabbá, taktikusabbá a csapatot. No és a sérüléséből felépülve a karácsonyfa alakzat csúcsán a majosi gólvágó Lizák. Erre a helyzetre várt Fihanyvári László edző már régebb óta, hogy az említettek kivétel nélkül rendelkezésre álljanak, és a heti munka során formába is lendüljenek játékosai. És a Majos az elmúlt hetekben ellenállhatatlanul megindult felfelé, 12 forduló után ott találjuk a csapatot már a második helyen. A Tamási elleni legutóbbi magabiztos 3-0-ás győzelem után a hátvéd sorban időközben meglépett változásokról beszélt Pihanyvári László edző, ami további stabilitást hozott ebben a csapatrészben. A Bátorszék elleni hazai vereség után, amit abszolút nem érdemeltünk meg, hisz szünetben 5-6 góllal kellett volna mennünk, megléptünk egy olyan váltást, hogy a Bognár Sanyit hátrahoztuk belső védőnek, visszatért a Hegedűs a sérüléséből, ezzel nagyon masszív lett a védekezésünk. Az utolsó 6 mérkőzésen 25-2-es gólarány, 2 kapott gól, abból egy büntető. Én úgy gondolom, hogy masszívak vagyunk, ebből jól jövünk ki, jól kontrázunk, elő megvannak azok a játékosok, a gólérzékenyek, és a nagyon nagy dolog az, hogy a Lizák, aki nagyon hosszú sérülés után tért vissza, hiányában is ott volt a Steinbach, aki már 10 gólos, ott volt a Petrovics, aki 7 gólos, a Hók, a Bognár Sanyi belső idő létére 4 gólos, fölvállalták azokat a szituációkat, amiből nekünk gólt kellett szerezni. Kombinatív játékban is fejlődött a Majos, ám elsősorban továbbra is erőssége a jó értelemben vett agresszivitás, és a kontrajátékban is felnő a Bonyhád és a Bátaszék által képviselt nívóhoz. Nagyon szerencsés összetételű támadóink vannak, akik nagyon jól egyegyeznek, a kvalitatív játékon nagyon jól játszák, képesek kombinatív játék megoldására, érzik egymást, tényleg nagyon jó. Az a 4 első, ugye a Lizák visszatérésével nagyon, nagyon erősek vagyunk el, a hál' Isten. A nyáron Pécsváradól érkező fiatal játékos lehet az új kedvenc, a korábban már itt játszó Hok Attila mellett, már 7-szer megzörgette az ellenfelek hálóját, és a gólpasszokban is jeleskedik. A mesterhez kérte, hogy cserélgessük a meccs közben a pozíciónkat, és így talán nem tudják annyira felvenni az ellenfél játékosai a játékunkat. A Mok is nagyon játékos, kombinatív, és ezt vele meg lehet oldani, igen. Illetve a Steinbach Mátéval, de az egész csapattal. Petrovics úgy érzi, itt Majoson felgyorsulhat a fejlődése, és szeretne pályafutása során legalább az NB3-ig eljutni. Mindenképpen ezt szeretném fejlődni, ezért jöttem ide, és ez a csapat szerintem ez, hát még ha nem is, de haladunk a felé, hogy NB3 szintű legyen, úgy gondolom. Az elmúlt 2 évben sem játékerőben, sem csapategységben nem volt ezen a szinten a Majos, így a nagy klasszikuson, a Bonyhád ellen sokszor nem volt esélye sem a győzelemre. Most újra éledezhetnek a majosi remények, az őszi idény zárásaként hamarosan sorra kerülő völgységi csúcsderbin, függetlenül attól, hogy Bonyhád lesz ezúttal a házigazda. Szerintem nagyon nagy mérkőzés lesz, hát majd ott alakul. Igazából mind a 2 csapat elég jó játékosok rendelkezik, úgyhogy hát nagy meccs lesz. Pihanyvári edző még nem a klasszikóra, hanem a soron következő ellenfélre koncentrál. A Bonyhád mérkőzésre van egy nehéz Dunaföldvár mérkőzésén, tegnap elmentem Bátaszékre, megnéztem őket, fiatal csapat, ügyes, képzett gyerekekből áll. Én nagyon remélem, hogy ott tudunk nyerni, és akkor majd utána következzen az El Clásico.